Köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztutadásában. Mai adásunkban a Vérvölgyi Gyülekezet Pengetős Zenekarának szolgálatát hallgathatják meg, melynek címe Jézus jön. Istennek igéjét Farkas Győző lelkipásztor fogja szólni. Áldott és tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára. Valami zajlik, az idő telik, röpülnek az évek feletted, és ott fent valami zajlik. Könyvek lapjainak suhogása kihallatszik. Az élet könyvének lapjai ezek. Az ítélet folyik. Lehet, épp pont most fölötted. Mit fognak írni a nevedhez? Gondolkoztál-e már rajta, hogy gőgös szíve a jó szót be nem fogadja? Hogyan fogsz megállni Isten előtt? Milyen volt az életed eljövetele előtt? Azt írják majd, segítőkész ember és alázatos, vagy magának való, gőgös és haragos? Az idő telik, és az ítélet zajlik. Ne várj, és ne késlekedj tovább, így lekésed a mennyegzői vacsorád. Add át szíved néki még ma, ki a fehér ruhát ingyen neked adja. Siess, megváltozz még ma, még vár ölelő karja. Még int, még szól, emberi szív, miért nem változol? Ne késd tovább, add át szíved neki, mert ő az, ki azt a legjobban vezeti. Hit. Atyáinkban lángoltál a csalódás sötét éjjén. Bíztattad, megtartod őket, tátongó, meredek szélén. Egy századon át lángoló fényed ma fáradtan, s lankadtan ég. Lobogó lángú tűznek helyén egy kis sárga fény pislog még. Sötét éjjelen kialvó méccsel, feléd tartunk hű mesterünk, mielőtt fényünk megszűnne égni, töltsd bele olajat, kérünk. Annyi várás és annyi virasztás után ne legyünk mi hűtlen szolgák, sem kialudt mécsű balga szüzek, kik arcodat meg nem látják. Várni akarunk téged szüntelen, sóvárgón meglátni téged, ki oly hűséges vagy hozzánk mindig, s ránk árasztod tiszta fényed. Várni akarunk, biztosan tudjuk, hogy közel az áldott idő. Midőn teljesül Sion adventje, mestere, Krisztusa eljön.
Várjátok-e őt? Vagy közömbös nektek, hogy ki volt ő e bűnös világnak? És kétkedőn, miként Tamás tette, nem hisztek az isteni csodának? Ezért nem várjátok, és nem is készültök, mert szívetekben a világ az Úr. Rabok vagytok e földhöz kötötten, s lelketekre sötétség borul. Mi várjuk őt a diadalmast, a győzedelmes Isten embert, aki legyőzte e bűnös világot, hogy megmentsen benne minden embert. Mi várjuk őt, a világ megváltóját, minden időben, minden percben. Imáink szárnyán, vágyó lélekkel megyünk feléje, hódolattal s csendben. Mi várjuk őt, mert terhes e világ, vigasztalan és elhagyott. Sóvárgó, vágyó milliók lelkéből szállnak feléje hívó sóhajok. Mi várjuk őt, mert övé a szívünk. Ő a vőlegény, mi a jegyesek. Szelíd, jóságos, igaz szívű ember. Ő a megtestesült, örök szeretet. Amen. Köszöntök szeretettel mindenkit, örülök neki, hogy ismét együtt lehetünk, megnyithatjuk az Isten igéjét, és olyan csodálatos dolgokról tanulmányozhatunk, gondolkodhatunk, amelyek a keresztény ember életét minden nap át kell, hogy szőjék. Mai alkalommal Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléről fogunk tanulmányozni. Mi, mint adventisták, benne hordozzuk a nevünkbe ezt a különleges bibliai üzenetet, hiszen maga az advent szó eljövetelt jelent. Ha megfigyeljük és komolyan tanulmányozzuk az igét, akkor felismerhetjük azt, hogy az egész Biblia, úgy az Ószövetség, mint az Új Szövetség, az adventtel foglalkozik. Az Ószövetség különös módon ugye Jézus első adventjére,
Jézus földre jövetelével, a messiás eljövetelével foglalkozik, és a proféciák nagy mértékben ezt érintik. Az új szövetség pedig, ugye Jézus második adventjére teszi a hangsúlyt, Jézus dicsőséges második eljövetelére. A Nagy Küzdelem című könyvben White testvérnő is megerősíti, hogy a második adventről szóló üzenet a Szentírás alapvető tanítása. Attól a naptól kezdve, hogy az első ember pár fájó szívvel elhagyta az Édent, a híd gyermekei arra várnak, hogy a megígért eljöjjön, megtörje a pusztító hatalmát, és visszavigye őket az elveszett paradicsomban. Az ősidők szent emberei sóvárogva várták, hogy a messiás dicsőségben megjelenjék, és reménységüket valóra váltsa. A Biblia embere, és mondhatjuk azt, hogy a 21. század őszinte Krisztusban hívő kereszténye szintén ezt várja, hogy a messiás dicsőségben megjelenjék, és valóra váltsa az ígéretét. Miért jön vissza Jézus? Mi a célja Jézus Krisztus dicsőséges második visszajövetelének? És egyáltalán honnan tudjuk, hogy vissza fog jönni? Milyen ígéreteket hagyott az Úr Jézus számunkra? Talán a Biblia egyik legismertebb ígérete, amit maga Jézus mond el az ő visszajövetelével kapcsolatban, az a János evangéliumának a 14. fejezetében az első három vers, amely a következőképpen hangzik. János evangélium a 14. első három verse: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem, az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Kell ennél egyértelműbb, világosabb ígéret, ami maga Jézus ajkairól hangzik el, arra való ígéretként, hogy ő vissza fog térni, eljön ismét erre a földre? Azt mondja, hogy ő elmegy, helyet készít, és ismét eljön. És már is itt elhangzik az, hogy mi a célja Jézus második visszajövetelének. Azt mondja Jézus, hogy magamhoz vegyelek titeket. Tehát Jézus eljövetelének az egyik célja az, hogy az övéit magához vegye. Ugyancsak János apostol örökít meg egy hasonló ígéretet, de ezt már a Jelenések könyvében, a Jelenések könyve 22. fejezetében, a 12. vers, illetve a 20. vers, szintén Jézus ígéreteit tartalmazzák, ahol Jézus arról beszél, hogy íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Hát ez is egy csodálatos ígéret. És sokszor elgondolkozunk azon, hogy vajon mikor jön vissza Jézus. És itt a válasz, mert Jézus azt mondja, hogy íme hamar eljövök. Ugyanakkor egy másik célját is megtaláljuk Jézus eljövetelének, amikor azt mondja, hogy amikor ő visszajön, akkor megfizet mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Tehát Krisztus visszajövetelének ígéretei, azok fellelhetőek a Szentírásban. Kettőt említettem csupán, de ennél sokkal több van.
Krisztus visszajövetelével kapcsolatban 1846 helyen tesz ígéretet a Biblia. Az Ószövetség 1527 alkalommal, az Új Szövetség 319 alkalommal. Ez a Biblia legjellegzetesebb tanítása, hogy Jézus Krisztus visszajön erre a földre. Mondhatjuk azt, hogy a Bibliának az egész könyvei a hangsúlyt erre teszik. Tehát ez a könyv az első laptól az utolsó lapig mind-mind az eljövetelt emeli ki. Azt mondtuk, hogy Jézus visszajövetelének az egyik célja az, ugye, hogy magához vegye az ő tanítványait. Egy másik célja az, hogy a jutalmát elhozza. Azt mondja, hogy megfizesse mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Ugyanakkor ezt megerősíti Pál apostol is a Timóteushoz írt második levél, negyedik fejezetének első versében, ahol szintén arról olvasunk, hogy Jézus eljövetelének milyen célja van. Azt mondja itt az ige, hogy ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. A nagy kérdés az, vajon várjuk-e Jézus visszajövetelét? A nagy kérdés az, hogy hiszünk-e még abban, hogy valóban Jézus vissza fog jönni? A Biblia minden ígérettel, minden bizonyítékkal szolgál erre, de ennek csak akkor van igazi értéke, ha te és én hisszük ezt. Őszinte szívvel vágyunk erre a találkozásra. Bizonyságtételek második kötetében Ellen White azt mondja, hogy kétség kívül hiszünk benne, hogy Krisztus hamar eljön. Nem mesebeszéd ez nekünk, hanem valóság. Nem azért jön, hogy megtisztítson bűneinktől, sem hogy eltávolítsa jellemünkből a hiányosságokat, vagy meggyógyítsa vérmérsékletünk és természetünk nyomorékosságát. Amikor az Úr eljön, a szentek csak még szentebbek lesznek, akik tisztán tartották meg testüket és lelküket, megszentelten és ártatlanul, azok elnyerik majd a halhatatlanság utolsó simítását. Azok, akik tényleg várják Jézus eljövetelét, azok hiszik, hogy ez nem mese, ez nem a keresztényeknek a kitalációja, hanem azok, akik várják Krisztust, azok tudják és hiszik, hogy valósággal eljön. De hogyan jön el? És mikor jön el? Tudhatja valaki, hogy Jézus mikor jön el? Ez az eljövetel egy valóságos eljövetel lesz? Vagy csak egy szellemi, egy lelki eljövetel? A Biblia számos helyen bizonyságot tesz arról, hogy Jézus eljövetele egy valóságos eljövetel lesz. A Biblia bizonyságot tesz arról, hogy az ő eljövetele egy látható esemény lesz. Nem titokban jön el. Jelenések könyve első fejezetének 7. verse számunkra elmondja azt, hogy Jézus a felhőkkel jő el. Azt mondja az ige, ímé eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Jelenés 1.7. Ennél nyilvánvalóbb kijelentés
talán nem is kell. Akkor azt mondja, hogy minden szem meglátja őt. Ha titokban jönne el, ha csak valami szellemi, lelki eljövetel lenne, akkor az emberi szem azt nem érzékelni, az emberi szem azt nem láthatná. Jézus eljövetele egy valóságos esemény lesz. Egy látható esemény lesz. Minden szem. És adja az Úr, hogy mi is azok között legyünk, akik meglátjuk az ő eljövetelét. Egy másik bizonyíték arra, hogy egy valóságos esemény lesz, az, hogy nem titkos, nem valamilyen szellemi, lelki visszatérése lesz Jézusnak erre a földre, azt Pál apostol a Tessalonikai első levél 4. fejezet 16. versében mondja el számunkra. Ahol azt mondja Pál apostol, hogy az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll az égből. Nem hogy csak látható esemény lesz Krisztus eljövetele, hanem hallható is. Riadóval. A tél folyamán jártam Ukrajnában, az egyik kis városban, és szinte naponta megszólalt a riasztó. És a környékbeli emberek, még azok is, akik a városon kívül laktak, hallották, hallhatták a riadónak a hangját. Mi is többször hallottuk, eleinte megkérdeztük, hogy most kéne valamit csinálni, kéne valahova húzódni, de elmondták, hogy ők már megszokták, már nekik ez nem újdonság, nem furcsa. A riadó, amikor Jézus visszajön, nem csak egy-egy városban, nem csak egy-egy nagyobb és sűrűbben lakott területen lesz hallható, hanem az egész földön. Riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával. Amikor megszólalnak a kürtők, a trombiták, akkor ha szabad ég alatt szólaltatnánk meg, akkor az egész falu hallaná. De ez mindig még csak egy egész falu. Jézus nem egyedül jön el. Jézus nem egy-két angyal kíséretében jön el, hanem a menny seregei. Az angyalok ezrei, tízezrei kíséretében fog eljönni. És képzeljétek el, amikor annyi angyal egyszerre kész lesz arra, hogy ezeket a harsonákat, ezeket a kürtöket megszólaltassák. Tehát Jézus eljövetele látható és hallható esemény lesz. Másik kérdés az, hogy mikor jön el Jézus. Azt mondtuk a Jelenések 22:12 alapján, hogy Jézus hamar eljön. Viszont az ember, bármennyire kutatná a Szentírást, bármilyen mélyen ásna a Biblia igazságokban, rá kell, hogy döbbenjen arra, hogy a Biblia kijelenti azt, hogy Jézus dicsőséges második eljövetelének időpontja nincs kinyilatkoztatva a Bibliában. Sőt, a Biblia arról tesz bizonyságot, hogy ezt nem akárki tudja. Máté 24:36 alapján Jézus azt mondja, hogy arról a napról és óráról pedig senki sem tud. Az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Akkor honnan tudjuk, mikor jön vissza Jézus? Egyáltalán akkor várjuk őt, és ha várjuk, akkor vajon beteljesedik a mi reménységünk?
A mi feladatunk nem az, hogy kikutassuk, hogy mennyi van hátra még, hogy milyen hamar, milyen rövid időn belül jön vissza Jézus. A mi feladatunk az, amit Jézus elmond a Máté 24:42-ben, hogy legyünk készek, vigyázzatok, mert nem tudjátok, mely órában jö el a ti uratok. A mi feladatunk az, hogy vigyázzunk, vigyázzatok. És a 44. versben pedig felszólít Jézus, azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Tehát, mivel nem tudjuk Jézus eljövetelének pontos időpontját, ezért minden pillanatban készen kell lennünk. Pajta testvérnő azt mondja a Jézus élete című könyvben, mivel nem tudjuk Krisztus visszajövetelének pontos idejét, Isten azt parancsolja meg nekünk, hogy vigyázzunk. Akik vigyázva várnak az új érkezésére, nem hiú reménykedéssel várakoznak. Akik vigyázva várakoznak az Úrra, megtisztítják lelküket az igazságnak való engedelmességükkel. Ezek az éber vigyázást komoly munkálkodással kapcsolják össze. Tehát nem csak az a feladatunk, hogy karbatett kézzel üljünk, és várjuk, hogy Jézus megjelenjen az ég felhőin, hanem meg kell, hogy tisztítsuk magunkat. És nem csak meg kell, hogy tisztítsuk magunkat, hanem komoly munkálkodással kell, hogy várjuk Jézus eljövetelét. Hirdessük mindenütt. Mondjuk el az embereknek, hogy Jézus jön, hogy ő hamar visszajön, és hogy készüljünk, és készítsünk másokat is fel erre az eseményre. De honnan tudjuk, hogy valóban közel van Jézus eljövetele? Nem tudjuk az ő időpontjának eljövetelét, de Jézus beszél olyan jelekről, amelyek egyértelművé teszik, hogy az ő eljövetele nagyon közel van. Máté 24. fejezete talán a legismertebb apokaliptikus beszéde Jézusnak, hiszen még találunk Márk és Lukács evangéliumában is ugyanilyen leírást, ugyanezt ebben a kontextusban. A Máté 24. fejezete bemutatja számunkra azt, hogy melyek azok a jelek, amelyre figyelnünk kell. Az egyik jel, amit Jézus elmond, az, hogy a természetben milyen jelenségek zajlanak le. És megfigyelhetjük, hogy a természetben valóban minden a feje tetejére fordult. Minden, ami körülvesz bennünket, már nem úgy működik, mint 20 évvel, vagy 30, vagy 50 évvel ezelőtt, hanem felborult. Akár az éghajlat, akár az időjárás. És Jézus arról beszél, hogy a vallási életben és a politikai életben is furcsa dolgok történnek. A vallási életben, ami a legszembetűnőbb dolog, amely ugye itt a Máté 24-23-ban olvasható, hogy hamis Krisztusok, hamis tanítók jelennek meg. És egyre inkább ezek a tanítók az embereket maguk köré vonják. A politikai életben pedig látjuk, hogy egyik háború véget se ér, jön a másik. Talán nagyon sokszor hallottuk már a Máté 24:7-ben leírt szavakat, de talán még nem elégszer ahhoz, hogy tényleg felfogjuk, hogy minden, ami körülvesz bennünket, az arra mutat, hogy Jézus hamar eljön. Azt mondja Jézus, mert nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen. Kell-e ennél nyilvánvalóbb? Amikor valahol
Közel-Keleten, vagy a világ másik végében a híradóban bemondtak egy háborút, az nem volt olyan nagy szenzáció. De most, amikor itt a szomszédainkban háború van, amikor nagyon közel vannak ezek az események, akkor lehet, hogy érdemes megállni és elgondolkozni. Akkor nemzet támad nemzet ellen. Vagy azt mondja tovább Jézus, hogy éhségek lesznek. Ha azokat a fegyvereket, amiket a háború miatt legyártanak, ha azt a pénzt arra fordítanák, hogy az éhezőknek kenyeret adjanak, akkor sokkal kevesebb éhező lenne. Arról beszélnek, hogy hányan halnak meg a háborúban és a csatamezőn, de arról nagyon keveset beszélnek, hogy hányan halnak meg éhen. Egy statisztikáról olvastam, nem tudom, hogy valóban mennyire reális ez, de állítólag minden 8. másodpercben ezen a földön meghal egy ember éhen. Tehát elszámolsz 8-ig, és meghal valaki. Azért, mert nem tudott enni. Nem volt mit egyen. El tudjátok képzelni? Mi, akik reggel, délbe, este, és még talán ezen kívül is nasolgatunk, sosem éhezünk, és mégis lehet panaszkodunk. Egy másik érdekes gondolatot olvastam, lehet, hogy ismeritek. Nem azért van annyi éhező, mert nem tudjuk jól lakatni az éhezőket, hanem azért, mert nem tudjuk jól lakatni a gazdagokat. És valóban sokszor azt látjuk, hogy a világ népességének egy nagyon kevés százaléka dőzsöl, prédál, kidobja azt, amit más még lehet megenne, és a föld nagy része éhezik. Egy másik érdekes gondolat ezzel kapcsolatban, hogy ha 3-szor tudsz táplálkozni naponta, mert van miből, akkor a világ 70%-ánál gazdagabb vagy. Tehát ne gondoljuk, hogy a gazdagok vannak többen, vagy akik minden nap 3-szor tudnak étkezni, nem azok. Azok vannak sokan, akik talán még 2-szer sem, talán még 1-szer sem tudnak enni egy napon. Nem beszélve arról, hogy dökhalálok, nemrég múlt el, vagy jelentették ki, hogy most már nem jelent veszélyt a koronavírus. Hogy már lezártnak lehet nyilvánítani. Ez is egy jel. És még lesznek ehhez és ezekhez hasonló jelek. Pál apostol arról is beszél, hogy az erkölcsi romlás milyen nagy mértékben nyilvánvaló lesz az utolsó időben. Nekünk pedig ezeket a jeleket észre kell vennünk, látnunk kell, hogy egyre inkább sürget bennünket az idő, látnunk kell, hogy egyre inkább beigazolódik az, hogy Jézus eljövetele itt van a küszöbön. Mit tegyünk tehát? Nagyon sokszor azt mondjuk, hogy kell készülni. De Jézus nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy készüljetek, hanem azt mondja Máté 24:44-ben, hogyan olvastuk? Azért legyetek készen. Nem készüljetek, legyetek készen. Hogyan lehetek készen? Hogyan lehetünk készen? Mindenek előtt meg kell vallanunk bűneinket. El kell hagynunk bűneinket. Le kell mondjunk azokról. Győzelmet kell aratnunk minden rossz felett az életünkben. Tanulmányoznunk kell a Szentírást, és összhangban kell hozzuk életünket az összes felismert Biblia igazsággal. És összhangba kell hozzuk életünket a mi embertársainkkal, hogy a másokkal fenntartott kapcsolataink
azok az isteni aranyszabály által legyenek vezetve, amely nem más, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ha így teszünk, akkor nem csak készülünk, hanem valóban készenlétben lehetünk Jézus eljövetelére. És én azt kívánom mindazoknak, akik jelen vagytok, és azoknak, akik ezt a gondolatot Jézus eljöveteléről figyelemmel kísérték, hogy ne csak készüljünk, hanem legyetek készen. Ezt kívánom számotokra, mindannyiunk számára az Úr Jézus kegyelméből. Amen. Háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek. Mert mindezeknek meg kell lenniük, de még nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen. És lesznek éhínségek és tőkhalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete. Akkor nyomorúságra adnak benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsorvágók, kérkedők, kevélyek, szülékinek engedetlenek, háladatlanok, tisztátalanok. És akkor sokan megbotránkoznak és elárulják egymást. És mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik, mond az egész világon, bizonságon minden népnek, és akkor jöjjel a vége. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mindjárt pedig a mai napok nyomósága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égből lehullanak. Tudom, hogy eljössz. Tudom, hogy eljössz egyszer, Krisztusom, amint ígérted, dicsőségesen. Tudom, hogy eljössz egyszer, megjelensz, angyalaiddal az ég felhőiben. Tudom, hogy magaddal viszed mindazokat, kik vártak már reád. Minden hűséges, téged követőt, minden bárányt a jó pásztor megáld. Tudom, hogy eljössz egyszer, Krisztusom, s eltörölsz akkor mindent, ami bűn. Engedd, Uram, hogy erősebbek legyünk, s akaratot tudjuk követni hűn. Mi üdvözülni vágyunk, Krisztusunk. Add meg-e vágyunk, kéri hőn szívem. Add, szent hozsannát zengjünk, jó úrunk, ha jössz értünk az ég felhőiben. Atyánk, hálára nyílik ajkunk, szeretnénk megköszönni azt, hogy közösségben lehettünk testvéreinkkel, közösségben lehettünk te veled. Hálásak vagyunk azért, hogy az ige megszólalhatott, és a mi szívünkbe, mint a te jó magod belehullhatott. Köszönjük neked, hogy ráirányítottad figyelmünket a mi boldog reménységünkre, hogy hamarosan a mi megváltó Jézus Krisztusunk visszajön erre a földre. Segíts bennünket arra, hogy készenlétben várjunk.
Őrizzél attól, hogy mindig csak készülődjünk, őrizzél attól, hogy úgy gondoljuk, hogy még ráérünk, hanem segíts bennünket, hogy komolyan, őszinte szívvel megbánjuk bűneinket, letegyük életünket a te kezedbe, hogy te formáld át a mi jellemünket a tiédhez hasonlóvá, hogy így valóban készenlétben legyünk, mikor eljössz. Áld meg népedet világszerte, és mindazokat, akik vágyva várják eljöveteledet. Adjad, Urunk, hogy senki ne maradjon ki a te országodból, aki vágyik ebbe az országba, hanem míg tartod a kegyelmi időt, tégy minket oly munkásokká, akik felemeljük szavunkat, és hirdetjük a te eljöveteledet, hogy még sokan meghallják, elfogadják, és velünk egyetemben készenlétben várakozzunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy velünk maradsz, az Úr Jézus szép nevében. Amen. Köszönöm a Vérvölgyi gyülekezetnek és az ifjúságnak a három adásban összeállított tartalmas programot. Köszönöm Kun Harold karmesternek és Farkas Győző lelkipásztornak a közös munkát és szolgálatot. Jézus jön! Ennél szebb és sürgetőbb üzenetet nem is hallhattunk volna. Legyünk készen Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére. Amen.